A miskolci fiatalság egy régi vágya teljesült. Nagy sikerrel rendezték meg pénteken este a Diák Önkormányzat kiemelt programját, az első miskolci diákbált. Volt nyitótánc, tombola, vacsora és késő estig tartó mulatság. A rendezvényből szeretnének hagyományt teremteni. Szépen megterített asztalokkal és elegáns ruhákba öltözött fiatalokkal telt meg pénteken este a Miskolci Egyetem étterme. Minden adott volt ahhoz, hogy a diákbál felejthetetlen élmény legyen. Mint minden bálon, itt is volt nyitótánc, amelyre a Diák Önkormányzat tagjai és más középiskolások is sokat készültek. A diákbál megszervezése hónapokig tartó csapatmunkában valósult meg. Tehát amikor elkezdődött az a munka, ami utána a Miskolci Diák Önkormányzat megalakulásában és a diákpolgármester választással folytatódott, akkor minden diáktól azt hallottam, hogy a diákbál az egyik fő céljuk, az egyik fő programjuk. És most itt vagytok, és most megcsináltátok, megszerveztétek. A cél az volt, hogy a diákokat közelebb hozza egymáshoz a rendezvény, amelyből szeretnének hagyományt teremteni. Köszöntő beszédében Miskolc polgármestere is ezt hangsúlyozta. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus hagyomány kezdetén lehetünk, hiszen újra élet a diák élet Miskolcon. Miskolcon nem csak egy iskolában, hanem Miskolc egészében. A vacsorát és a tombola sorsolást követően a jó hangulat garantált volt. Az éjfélig tartó mulatságon a zenét DJ Bordi biztosította.